Tisztelettel köszöntöm kedves kollégákat! Az elmúlt héten a búza és a kukorica világpiacán is egyetlen lényeges elem volt, ami meghatározta az ármozgásokat és a piaci várakozásokat, ez az USDA, az Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium becslése. A búza árak az elmúlt időszakban, az elmúlt 2-3 hétben viszonylag stabilan mozogtak, ezt mind a chicagói jegyzésnek a diagramján, mind a MATIF diagramján szépen láthatóan nyomon követhető. Az amerikai jegyzéseknél már a hónap elejétől jellemző volt a várakozás, elsősorban arra, hogy hogy fog alakulni a világpolitikai helyzet, milyen piaci mozgások következnek be, illetve minden hónap 10-e tájékán, általában ha ez munkanapra esik, akkor 10-én, jelenik meg az Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium aktuális havi becslése, az USDA becslés. A szokás szerint nagy várakozás előzte meg ezt a becslést, ugyanis több elemző azt várta, hogy jelentősebb információk, jelentősebb új adatok fognak napvilágra kerülni. Ezzel szemben érdemben nem változtatta meg az USDA a világ termelésére, búza termelésére és keresletére vonatkozó adatait. A búza termelés és felhasználásának a diagramján szépen látható, hogy második évben egymást követően növekszik a termelés, és ez a termelés növekedés, mivel meghaladja a felhasználás növekedését, ezért egy továbbra is kiegyensúlyozott piacot vetít előre a szezon folyamán. Itt az elmúlt hetekben a fő kérdés az volt, hogy Argentínának vajon lesz-e elég búzája a következő szezonra, ugyanis Argentína Brazília legnagyobb exportőre, és egy kulcskérdés volt az, hogy vajon Brazília rászorul-e esetleg harmadik piaci tengeren túlni netán észak-amerikai búzaimportra. A hét végére aztán kiderült, hogy az a kedvezőtlen időjárás nem csökkentette lényegében azt a termésvárakozást, és az USDA 12 millió tonnás argentin termés előrejelzését megerősítették Argentinából is. Nem lesz szükség arra, hogy Brazília harmadik országból importálja körülbelül azt a 6-7 millió tonna búzát, ami éves szinten rászorul. Visszatérve még a felhasználás termelés alakulására, a 2012-13-as mélypontokat követően egy korábbi felhasználás növekedésnek megfelelő tendencia állt be ismételten, és elmondható, hogy a termelés biztonsága gyakorlatilag az egész világon stabilizálódott. Az elmúlt napokban még egy információ volt, ami azért érdekes, hogy mégpedig Ausztrália, és a már korábban említett és az elmúlt években jelentős problémákat okozó El Niño áramlás, meleg tengeri áramlásnak a hatása, főleg az ausztráliai búzatermésre. A legfrissebb hírek szerint várható, hogy az El Niño-nak olyan hatása lesz, ami az ausztráliai búzatermés befolyásolja, viszont a elemzők azt arra is fölhívják a figyelmet, hogy azok a termésmennyiségek, termésbecslések, előrejelzések, amelyeket ilyenkor adnak egy déli féltekének várható betakarítási mennyiségére, főleg Ausztrália esetében még eléggé esetlegesek. Hogyha egy pillanatra ránézünk a következő ábrára, ez a szezonvégi zárókészletek alakulását jelzi, és ez egy olyan mutatószám, meg egy olyan információ, ami gyakorlatilag a következő hónapokra is meghatározhatja a búzárának az alakulását. A zöld vonal jól mutatja, hogy továbbra is egy 195 millió tonna körüli zárókészlettel lehet számolni 2015 nyarára, és hogyha azt nézzük, hogy ez körülbelül 26-27%-a a világ felhasználásának, akkor nagyon eklatánsan látszik az, hogy körülbelül 3 havi készlet várható 2015 nyarára. És ez a zárókészlet mennyiség, ez már egy biztonságos, nyugalmas piacot vetít előre.